ez egy nagyon elhíresült színdarab úgy a színjátszási világba, vagy a színházi világba, és nem, ne, azt hiszem, nem, talán nem így szokták játszani, ahogy mi tervezzük. Varró Dani fordítottam. Nagyon szellemes és nagyon jó szöveg, jó figurák vannak benne. Sokkal, sokkal izgalmasabb és bonyolultabb történet, mint csupán egy férfinak és a nőnek a története. Most még nehéz eltalálni, hogy ez vajon milyen ez a nő. Én ezt hallom, hogy a férfiaknak igenis szót kell fogadni. Most 43 éves leszek, talán már megjött az eszem annyira, hogy ezt belássam, hogy ennek így kell lennie. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nőknek elnyomottaknak kellene lenniük, vagy behódolva és szolgaként viselkedni, de hát a szerepeket, azokat meg kell őrizni. Amint értelme van 2012-be, korhűbe hagyni, ami szépség benne, azt megpróbáljuk megőrizni. Emlékszel még, hogy mikor álltál először a Vígszínház színpadon? Azt hiszem 23 éves voltam, vagy 24, igen, a sok hívóban. Jó, hogy bizalmat kapok mondjuk mennyi, azt hiszem az azért leginkább az Enikő ötlete volt, hogy én ide jövök és egy főszerepet eljátszak megint, vagy egy ilyen töretlen, nem tudom, szakmai vonzódás, ami azért jól esik az embernek. Nagy Ervinnél én idősebb vagyok egy pár évvel, talán 4. Nem játszottunk még együtt, én mindig is szerettem, amit csinál, kedvelem a munkáit. Számomra nagyon izgalmas, én nagyon várom, hogy mi alakul ebből.